Lépj fel a jogsértő vagy erkölcstelen kampány ellen. Ez nem az én személyes felhívásom, a TASZTA Társaság a Szabadságjogokért programját idéztem. Ez a neve annak a, hát tulajdonképpen eszközrendszernek, amelyben segítséget próbálnak nyújtani ahhoz, hogy bárki, aki csalást tapasztal és aktívan részt szeretne venni a választási eljárás tisztábbá tételében, azt tudjon ebben hatékonyan dolgozni. A TASZ szakértője Mráz Attila a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez csak az egyik, amit most elmondtam, van egy panaszládájuk és egy jogi programjuk, egy forró drottjuk. Ezen a három pilléren áll az, ahogyan most a választási kampányban szeretnék az embereknek megkönnyíteni azt, hogyha bajt észlelnek, akkor hova forduljanak és mit csináljanak. Vegyük őket sorra, segítsen megérteni. Így van, van egy honlapunk, a választasz.hu, ezt könnyű lesz azt hiszem megjegyezni. Ebben nagyon általánosan próbálunk egyébként bárkinek segítséget, tippeket, ismereteket, lehetőségeket felkínálni, aki bárhogyan érdekelt valamilyen szempontból abban, hogy aktívan fellépjen a közügyekért, vagy akár saját magáért a választási eljárás során. Ugye a választási... Mondjon egy példát. Mondok egy példát. Ugye, amit most hallottunk, az az, hogy ha valaki a kampányban jogsértő vagy tisztességtelen magatartásokat kifogásol, de vannak már, van még majdnem 20 más témánk, amit átveszünk, köztünk például olyanok, hogy mit tegyek akkor, hogyha az adataimmal visszaélnek az ajánlásgyűjtés során, ugye ez is kezd nagyon aktuálissá válni, de abban is segítünk, hogyha valaki szavazatszámláló bizottságok tagjaként szeretne a választások tisztaságáért tenni valamit, akkor is segítünk, hogyha valaki egyszerűen csak nem szeretné, hogy a kampánylevelek elérjenek hozzá. Egy nagyon felhasználó barát, részben egyszerű tippekből, trükkökből, részben pedig apró jogi ismeretekből álló eszközök ezek, amiket kínálunk, de segítünk egyébként azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnének eligazodni abban, hogy például mi az, hogy országgyűlési választás, mire szavazok, hogyan mi lesz az, a szavazat, mi az, hogy lista, a töredék szavazat mondjuk, és ha ezeket tudom, akkor hogyan érdemes úgy felhasználnom a szavazatomat, hogy a lehető legtöbbet hozzak ki belőle. Aki erről tájékozódni akar, a honlapon tegye ezt. Így van, a választasz.hu-n. Amikor önök például jogi segítséget, tanácsot, akár jogi képviseletet nyújtanak, akkor mennyire csökkenti a potenciális hatékonyságukat az, hogy úgyis soros ügynökök a kormány narratívájában? Például ezt a programot Soros György fizeti-e? Ezt a programot egyáltalán nem fizeti semmilyen az Nyílt Társadalom Alapítványhoz kötődő forrás. Milyen szépen tisztességesen válaszolt. Nagyon büszke vagyok egyébként arra személyesen is, hogy a TASZ választási jogi programját túlnyomó részben magyar magánadományozók fizetik, finanszírozzák. Ugye ebből is látszik, hogy egy olyan programról van szó, amire nagyon nagy a hazai igény, érdekli a magyar választópolgárokat az, hogy legyen egy olyan szervezet, aki független, pártatlan, szakmai alapokon figyeli meg a választási eljárást, és kínál segítséget. Magyar pénzből, magyar embereknek kínál segítséget. Nézzünk egy konkrét helyet, például Hódmezővásárhelyet, ahol minden nyugdíjas 10.000 forintos Erzsébet utalványt kap a helyi önkormányzattól. A kormány hevesen tagadja, hogy ennek bármi köze volna kampánytevékenységekhez. Van? Van. Ez nagyon egyértelmű. Az, hogy mi számít kampánytevékenységnek, az nem attól függ, hogy ki csinálja, hanem hogy mi az a dolog, ami történik. Nem csak egy jelölt vagy egy párt tud kampányolni, minden kampánytevékenységnek számít a választási eljárási törvény szerint, ami alkalmas arra, hogy választói akaratot befolyásoljon, vagy kifejezetten azt célozza. De... jogsértő olyan, mi történik? Vagy rendben van, kampányban kampánytevékenységeket folytatnak pártok? Nagyon egyértelműen jogsértő, ami történik, ugyanis a pártok persze folytathatnak kampánytevékenységet, viszont itt nem egy párt folytat kampánytevékenységet, hanem egy helyi önkormányzat használja a közpénzeket a lényegében a kampány céljaira. Honnan tudjuk, hogy a kampány céljaira használja? Hát onnan, hogy nem illeszkedik ez a nyugdíjasoknak valamilyen rendszeres, jól felépített támogatási rendszerébe. Ugye épp az a sértő és tisztességtelen is ebben, hogy látszik ugye ezeken az osztási gyakorlatokon, hogy
hirtelen az önkormányzatokat, a saját lakosságuk, az csak az választások környékén kezdi el érdekelni. Nem, nyilván teljesen érthető az, hogy azok, akik rászorulnak egyébként ezekre a kiosztott javakra, ők örülnek ennek, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy... Nem az a cél, hogy ők tőlük ezt elvegyék, hanem hogy ne kampányhelyzetben így van. Legyenek manipulálva ezzel potenciálisan. Így van, és azt hiszem, hogy ebből az is következik rögtön, hogy mi az egyik dolgunk ezekkel a helyzetekkel. Mi a dolgunk? Az a dolgunk ezzel például, hogy beszélgessünk a polgártársainkkal, és értessük meg azt az emberekkel, hogy elfogadhatnak természetesen ilyen juttatásokat, teljesen érthető, hogy ezek rászorulnak, de semmire nem kötelezi ez őket. Mindig az osztogat, ugye, aki olyan helyzetben van, hogy erre van lehetősége, ez már sok évtizede így van Magyarországon is, ezt fontos tudatosítani a választópolgárokban. Ők úgy is fogalmaznak önök, hogy Magyarországon úgymond már nem szabad, és tisztességes a választás, de mindenki szava számít. Ez mit jelent pontosan? Így van. Az első rész az elsősorban azt jelenti, hogy Magyarországon a Társaság a Szabadságjogokért álláspontja szerint nem adottak már olyan feltételek, amelyek között minden választópolgárnak lenne alkalma arra, hogy felelős, tájékozott, tudatos döntést hozzon, amikor odalép a szavazó urnához. Ugye, tehát most nem a választási rendszer vélt vagy valós hibáiról beszél, hanem a média egyenlőtlenségekről. Nagyon sok mindenből adódik ez össze. Részben, ugye jelentős részben valóban abból, hogy most már az év során folyamatosan egy olyan környezetben élünk, amiben nincs hozzáférésünk kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz. Lényegében a megyei lapok felvásárlásával, a köztelevízió vonalasságával és más hasonló jelenségek miatt nagyon nehéz a választópolgároknak valóban tárgyilagos információhoz, vagy egyáltalán több oldalú megközelítésekhez hozzáférniük, így borzasztó nehéz tájékozott döntést hozniuk. Azt is látjuk ugye azért a 2014-es és azóta eltelt tapasztalatokból, hogy bizony a választási szervek függetlensége, pártatlansága, a tényleges szakmai döntéshozatal megkérdőjelezhető. Akkor miért mondja, hogy számít mindenki szava? Azért, mert ez így van. Lehet, hogy a választások nem szabadok és nem tisztességesek, de szerintem nagyon fontos azt tudatosítanunk magunkban, hogy változást akkor lehet elérni, ha részt veszünk a közügyek alakításában. Mind az alapján, amit az előbb elmondott, miért nem inkább a bojkottot, a teljes bojkottot támogatja? Azért, mert nincs más lehetőségünk. Miért? Azért, mert a közügyeinket... Nem vagyunk akkor díszlet, hogyha rossz a rendszer, nem. Rossz a tájékoztatás? Akkor vagyunk díszlet, ha hajlandóak vagyunk félreállni, ahelyett, hogy megtalálnánk azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül, akármilyenek is a körülmények, megpróbálunk részt venni a mi közös ügyeink alakításában, és ebben a választasz.hu ezernyi olyan lehetőséget kínál a választópolgároknak, ami akkor is nagyon jól használható, hogyha történetesen nem tökéletes körülmények között kell lejátszaniuk azt a meccset, amiben részt vesznek. A sport is ilyen, ugye? Nem minden játék tisztességes, de ettől még nem kérdezzük meg, hogy játszunk-e vagy sem. Ha valaki szeretne elérni valamit egy játékban, akkor játszani kell, és megpróbálni a lehetőséget. Összekötözött lábbal nehéz sprintelni, de talán ott nem tartok. A választasz.hu-n megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ahogy bárki a saját meggyőződéseinek, idejének, energiájának, személyiségének megfelelően ki tudja venni a részét a közügyek alakításából, és arra is lehetőséget kínálunk, hogyha például valaki észlel valamilyen visszaélést, vagy jogi tanácsra van szüksége, akkor egy panaszládában elküldheti nekünk a kérdését, észrevételét, és mi arra a lehető leghamarabb válaszolni fogunk. Sőt, ugyanitt egyébként forró drótot is üzemeltetünk, tehát bárki elérhet minket a választással kapcsolatos kérdéseivel reggel 8 és este 8 óra között, akár hétvégén is. De örülök, hogy a forró drótot és a panaszládát még szóba hozta. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!